Egy világhírű festőművésszel beszélgetni nem hétköznapi élmény. Fehér Lászlóval újbudai otthonában találkoztunk, ahol a mester és felesége nagy szeretettel fogadta stábunkat, és egy izgalmas beszélgetésen kívül még egy műalkotásának a születésébe is beavatott minket. Az észbontóan egyedi, hiperrealista, fotorealisztikus festményeivel hatalmas karriert befutó művész életútját negyed órában bemutatni nem tudjuk. Felvillantani szeretnénk kedves nézőinknek Fehér László életéből olyan momentumokat, amelyekből önök is átérezhetik azt a kifogyhatatlan energiát, lelkesedést és küzdeni tudást, amelyről a kerületünkben élő alkotó egész életében folyamatosan tanú bizonyságot tett. Persze, mindehhez kellett egy jó adag szerencse és az isteni gondviselés is. Fehér László 1953-ban valóban burokban születve látta meg a napvilágot. Mint ember, nem mint művész, mint ember, most hogy látja ön a világot? Tehát mi az, ami tetszik benne itt a 21. század elejébe? Mi az, amit tövestől kitépne? Mennyire elégedett ezzel a minket körülvevő világgal? Az a helyzet, hogy az embert és a művészt nem lehet ketté választani. Sokat gondolkodtam azon, hogy melyik korba szeretnék élni, és akármelyik korra játszottam az időbe, mindig arra lyukadtam ki, hogy az embernek megvan a maga ideje. Szóval pontosan az a pont, amikor megszületik, és azért születik oda, mert a sorsnak valami fontos dolga van vele. A mi korunk is hasonló a többi korhoz, pusztán annyival egészül ki, hogy az ember tudata, a ismeretanyaga, azok a tudományos felfedezések, amikkel bővül igazából az emberi tudat, de maga az emberi létnek az alapja, a megszületés, aztán az életben küszködés, a szerelem és a halál, a végpont, az mindig ugyanaz volt, amióta ember az ember. És tulajdonképpen a művészetnek a lényege is ez. Ezek szerint lehet azt mondani, hogy Fehér László a helyén van. Mindig is a helyén volt, vagy ehhez kellett azért egy nagyon aktív munka, hogy ön úgy érezze, hogy most akkor jó időben, jó helyen vagyok? Hát különös helyzetbe született bele az ember. A Nagy Imrei periódus, amikor kinyitott ebből a bezárt helyzetből valamit, és egy kicsit szabadabban fölélegezhetett az ország, de még akkor is ugye nagyon, nagyon kemény, nagyon feszült, nagyon zárt volt minden. Én ebbe a helyzetbe születtem bele, és igazából a szüleim, mert akkor pontosabban apámat politikai okok miatt fölmentették állásából, és egy évig tulajdonképpen anyámék látták el élelemmel és különböző dolgokkal, és utána egy év után kapott egy lehetőséget, hogy vagy elvállalja, vagy nem, ha elvállalja, akkor maradhat pedagógus, ha nem, akkor nem. És ez volt Dég, egy olyan kastély, Festetics kastély, ahol görög menekült gyerekeket helyeztek el, mert ekkor számtalan menekült jött az országba, és ami apáméknak egy belső számüzetés volt, a gyereknek maga a csoda. Csoda volt ez a fantasztikus kastély, azzal a mesterséges tóval, ami előtte elterült, az a hatalmas erdő. Ezek mind meghatározták az egész gondolkodásomat, az indulásomat, és amikor ugye meghoztak a kórházból, és levittek Dégre, bevittek a kastélyba, arra a kis vaságyra, ami akkor a szobában volt egy szalmazsákkal kitömve, hisz nagyon nagy szegénység volt. Ez első pillanatban, amikor fölnéztem a falra, előttem egy olajfestmény volt, Jules Blot nevű francia festő, állatfestő festette 1870-es években, állítólag a Kincsem nevű lóról, mert a gróf nagyon szerette lovakat, és ez valahogy ott maradt a kastélyban, ezt még nem lopták el. Kastély parkjába, azt látom, hogy a nagy tölgyfa alatt gyerekek tömörülnek. Én azt hittem, hogy na, megint valami verekedés tört ki, és azt nézik ilyen nagy lelkesedéssel. És oda mentem, és a legnagyobb megdöbbenésemre egy idősebb úr egy háromlábú széken ült, előtte egy kis állvány és festett. És ez egy olyan varázslat volt számomra, hogy nem tudtam elmozdulni.
ebből a helyzetből, csak ott álltam és néztem, hogy hogyan fejlődik a rajz, és egyszer csak ösztönösen megszólaltam, hogy tessék megnézni jobban ott a házak pirosa és a fű zöldje is más, és ott a kicsit, hogyha elrébb tetszene hozni ezeket a dolgokat, sokkal jobb lenne. És az öreg letette egy a krétát, sose felejtem, és így fölnézett. És azt mondja, és megdöbbenve látta, hogy egy gyerek áll mögötte, egy 6-7 éves gyerek, és azt mondja, hogy és hogy hívnak kisfiam? És mondom a nevemet, és mondom, hogy anyukám itt dolgozik a kastélyban. Azt mondja, jó. És akkor összecsukta az állványt, a háromlábú széket, honnan fogta, azt mondja, akkor menjünk fel hozzá. Úgy hívták ezt a festőt, hogy Sajó Péter. Eldőlt az életem, akkor én már nem akartam más lenni, csak festő. Szinte mint kés a vajban haladt előre, elsőre felvették a képzőre. 14 évesen kerültem Budapestre, ide nem messze Somlói útra, ahol a képzőművészeti kollégium volt, képzőművészeti gimnázium kollégiuma. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy 14 éves korom óta élek Budapesten, és szinte ebbe került be, kisebb megszakításokkal. És azok után, a, úgymond a gimnazista évek után, ez egy más típusú helyzetbe került az ember, ahol már azt lehet mondani, hogy minden szavának súlya volt, mondatainak súlya volt, nem úgy kezelték, mint mondjuk egy gimnazistát, hanem egy egész más típusú világ vagy helyzet volt ez, mint amit én megszoktam. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy Szent Iványi mesterhez kerültem, amiben egy olyan légkör uralkodott az osztályon, hogy fantasztikus. És hát felejthetetlen órák voltak. És nagyon sokat beszélt a művészet történetről, meg azokról az eseményekről, ami vele történt, például amikor Picasso-val találkozott, Bonnárral, Matisse-szal levelezett, és a többi, és a többi. Akkor megállt az idő egy pillanatra. Sajnos az ő korai halála véget vetett ennek a fantasztikus periódusnak. Én már tudtam, hogy a főiskolára fog bejönni Kokas Ignác, akkor a fiatal középkorú mester, és kérdezi a Fónyiné, hogy hova jelentkezel, vagy hova jelentkezik, mert magázott bennünket. És mondom, hogy én Kokas Ignáchoz. Úgyhogy azonnal fölírta a nevemet, hogy első növendék voltam a főiskolán, aki a Kokas mesterhez jelentkezett. Kokas mester mindig azt mondta nekem, hogy vállalt fiam önmagad akár a börtön árán is. És ez majdnem bejött. Mert 5 éves voltam, már megvoltak az előkészületek, már sok minden mutatott arra, hogy ez meg ki fog nyílni, ez az egész gondolkodásmódom egy más irányba, és amikor 5 éves lettem, akkor azt mondtam, hogy most diploma zsebemben van, megkaptam a művészképzőt, most ráállok egy olyan útra, amire készültem most már hosszú évek óta. És az első ilyen kép volt a részlet a brigádnaplóból. Visszatérve az első mondatokra, Sajó Péterrel találkozásra, hisz őtőle kaptam egy olyan hajógyári újságot, aminek ő volt a szerkesztője, sokat rajzolt bele, tördelője, szóval egy ilyen mindenese volt a hajógyári újságnak, és abban ilyen éldolgozók, az élmunkások is voltak benne, a 7 dolgozója, vagy a hónap dolgozója, és akkor bent voltak ezek a fotók, és akkor kezembe fogtam, és azt mondtam, nem kell nekem más csinálni, hát ez az én hétköznapjaim, meg ezek játszódnak itt körülöttem. Egy ilyen 50x60-as vagy 60x70-es farost lemezeket vágtam, valkiddal lealapoztam, és úgy, mintha ezek a munkások ott ültek volna előttem, szépen fekete-fehérben, kor fotó technikájával megrajzoltam ceruzával, és aztán utána megfestettem, ugyanúgy, mintha nekem modellt ülnének. Sokan bejöttek, és neki megdöbbent, hogy mi ez. És mondták, hogy a harmadik emeleten valaki megőrült. Volt itt egy nagy tehetségi gyerek, aki megőrült, teljesen megőrült. Engem ez nem érdekelt, és mentem tovább, és aztán festettem a villamosokat, és aztán megfestettem a nagy aluljárót, a törött aluljárót, aminek az a különös sztoria, hogy minden reggel találkoztam ezekkel a szürke, fáradt arcokkal, reggelente kicsit kedvetlenül jöttek, mentek, ültek a villamoson, mentek a munkába, és azt mondtam magam, hogy én ezt megfestem. És akkor lementem, és akkor ott fotózgattam,
és ezzel előhívtuk, ott voltak a kezemben ez a jó pár aluljárós felvétel, betettem a fiókba, nem tudtam vele mit kezdeni. Kihúztam a fiókot, visszatettem, és ez így ment, naponta így ment, és egyszerűen kihúzom, és azt mondom, nem bírom már ezt idegekkel. Fogtam az egyik képet, és akkor lecsaptam a padlóra, és elkezdtem taposni rajta, mert olyan indulatba jöttem, és mondom, nem érdekel, nem tudok vele mit kezdeni, nem érdekel, összetaposom az egészet. És ahogy vége volt ennek az indulat hullámnak, és leléptem a fotóról, és ott volt előttem a megoldás. Ott volt az összetört, a megalázott helyzet, ezzel a gyűrtségével, a szürkeségével, a koszával, ami rákerült. Szóval ott volt az a hétköznap, amit én pontosan kerestem, csak akkor kiszállt egy bizottság, mert híre ment ennek a dolognak. Akkor kiürítették a harmadik emeletet, és egy nagy társaságot jött be, és csak erről a képről volt szó, meg a képeimről volt szó, hogy mi ez. És a mester azt mondja, van itt egy gyerek, aki úgy föst, mint a Velázquez, aztán képzeljék el, fotókat másol. Ahelyett, hogy olyan más típusú képeket festene. Ami az életnek az elégtétele, hogy aztán már a 90-es évek második felébe készült egy ilyen portréfilm rólam, és elmentek a mesterhez is, és forgattak vele is, hogy mi volt a véleménye. És azt mondja, ott állt csak előttem, konokon csak nézett, nem tudtam meggyőzni. De tudják mit? Neki volt igaza. Nemzetközi kiállítások sora következett, és mondhatjuk bátran azt, hogy a világhír is talán az egyik legismertebb, nemzetközi szinten legismertebb magyar művésznél ülünk itt Újbudán. Hogyan él együtt ezzel a nemzetközi hírnévvel? Hát fantasztikus volt az első pillanatban, amikor kezembe foghattam azt az útlevelet, amit akkor világútlevélnek hívtunk, mai napig is, és egyszerűen szabadon utazhattam. És ettől a pillanattól kezdve minden egzisztenciális problémám megszűnt. 89-ben beválogattak Bécsbe az elmúlt 10 év legjobb művei közé. 88-89-ben megrendezték Grazba a nagy kiállításomat, akkor volt az Anschluss 50. évforduló, és arra időzítve. Óriási visszhangja volt a képeknek. És aztán 90-ben pedig ugye megkaptam azt a lehetőséget, hogy Magyarországot képviseljem a Velencei Biennálén. Önre figyeltek már korábban 88 előtt is külföldről? Voltak jelek rá, igen, voltak jelek rá, de ha visszamegyünk az időbe, akkor el kell kezdeni 80-tól a történetet, és az nagyon hosszú, hogy alakult, kik voltak, mit vásároltak, és hogy nyílott ki aztán szépen ez a világ, milyen történetek vannak, amikor nem engedtek ki, vagy nem akartak kiengedni bennünket, akkor Lyonban milyen nagy sikerünk volt, milyen történet, hogy tüntettek mellettünk a franciák, és a többi, és a többi. Ez egy nagyon hosszú sor. És aztán 90-ben Velencei Biennálé megkoronázta ezt az egész indulást, úgyhogy nagyon szépen indult a karrier, és aztán ez fokozatosan emelkedett, és nőtt. És hál' Istennek nem is fásult bele, tehát inspirálta a sikert. Hát engem csak inspirál, engem abba tudok belefásulni az értetlenségbe, ha az embert elnyomják, ha eltapossák, hogyha a lehetőséget, a levegőt vákumozzák, vagy szívják ki körülötte, abba bizony belefullad az ember. A történelem is, és sok minden igazolta ezeknek a képeknek a létrejöttét, és akkori igazságát. Mert hogy az ember fölmutatja ezt az igazságot, akkor az az igazság, az minden korban igazságnak kell lennie. És ez a remek műtitka is, hogy bármikor mutatjuk föl, mint ahogy szintén visszatér a mesterem, ez azt mondja, mint a pajzsot tudjuk fölmutatni, és hogyha az igaz, akkor az mindig pajzs marad.